Mi volt a szerbek elleni mérkőzés, hogy egy kulcselem? A találkozón azt láthattuk, hogy Styles a pálya középső részéről kilépett gyakran a belső védők mellé, ezáltal a három helyett egy négy védős labdás játékot láthattunk a magyar válogatottól, ami azért volt jó, mert így tudtak egy 4-3-as fölényt csinálni, Mitrovic, Tadic, illetve Vlahovic ellen. Ez azért volt kulcselem, mert így úgy lehetett könnyen és biztonságosan forgatni a labdát, hogy mindig az egyik oldalra kitolódjon a szerb csapat, így amikor visszaforgatták a labdát, könnyen létszámfölényt lehetett ki alakítani a másik oldalon, nagy területen, ha például Lang vagy Szolai esetleg belépett a játékba, vagy volt olyan visszalépő játékos, Négo vagy Salai, aki például felvették a labdát, és ebből utána előre építkezhetett a magyar válogatott. Ez volt az alapja, aminek köszönhetően a válogatott helyzeteket tudott kialakítani, és birtokolni tudta a játékszert biztonságosan ezen a találkozón.